Idén is csatlakozott a Mirehu, központi téma az élelmiszerpazarlás. Pályázatok, konferencia, kézikönyv. Tanácsokkal segít az ERKE. Ingyenes kozmetika, fodrászat, manikűr. Vakok és gyengén látók szépítkeztek. Jó estét kívánok! Kezdődik a Miskolc Ma, a Miskolc Televízió híradója 2024. november 18-án, hétfőn 18 órakor. Jönnek a részletek. Idén is csatlakozott a Mirehu az Európai Hulladékcsökkentési Héthez, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a hulladéktermelés csökkentésére, az újrahasználat fontosságára és a fenntartható életmódra. Ebben az évben a kampány központi témája az élelmiszerpazarlás. A Mirehu felkészítő kampánya már néhány hete tart, hétfőtől pedig megkezdődtek a különféle figyelemfelkeltő interaktív programok, amelyekkel az élelmiszerpazarlás csökkentésére és a személyes felelősség fontosságára hívják fel a figyelmet. 26 kg, ennyi étel dob ki átlagosan egy ember egy év alatt. A Mirehu munkatársai ezt a mennyiséget szemléltették hétfői programjuk során a Szent István téren. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez egyébként, hogyha egyben megmutatjuk, akkor ez mekkora mennyiséget ölel fel. Ebből benne vannak egészen a fűszerektől, ami pár gram vagy egy-két deka a megmaradt pékáruig, ami közel 10 kg-ot jelent ebből a 26 kg-ból. Az Európai Hulladékcsökkentési Héten a Mirehu csapata a hulladéktermelés csökkentése mellett az újrahasználat fontosságára és a fenntartható életmódra hívja fel a figyelmet. A programsorozat első napján edukációs roadshow-ra verték az érdeklődőket, ahol a cég munkatársai egy korábban meghirdetett fotópályázat képeiből készült sok kollázzsal, valamint egy ételmaradékból készült maradék zenkerttel készültek. Ez a rúcsunk, ez naponta kétszer a város forgalmasabb pontjain fog megjelenni, tehát minden nap találkozhatunk vele, de emellett lesznek további eseményeink is. Holnap a centrum előtt bemutatjuk a biohulladék útját, kivisszük a hulladékgyűjtő autónkat oda, a hulladék biohulladékgyűjtő edényeket megmutatjuk, mi történik a hulladékokkal, a biohulladékokkal. Ladányi Roland hozzátette, szerdán a Ronda de Finom kampány alkalmával a búzatéri piacra látogat a csapat, ahol azt mutatják be, hogy a szabálytalan formájú zöldségek és gyümölcsök is ugyanolyan finomak, mint a tökéletesek. Továbbá pénteken jótékonysági korcsolyázást is szerveznek, Vidd a jégre, avagy fagyaszd, ami fagyasztható címmel. A programra a belépő fejenként egy csokoládé vagy valamilyen tartós élelmiszer. Két sérültje van a Sajó-Bábonyi klorgáz szivárgásnak. A baleset szombaton délelőtt a Sajó-Bábonyi ipari parkban az SPL Europe vállalat telephelyén történt. Rényú Zsuzsanna, a Borsodabói Zemplén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság helyettes sajtószóvivője elmondta, hogy a helyszínre a Miskolci és a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik az érintett vállalat szakembereivel együtt gyorsan elhárították a veszélyt. Az országos mentőszolgálat információi szerint két 50 év körüli férfi lett rosszul a klorgáztól. Őket mérgezési tünetekkel szállították a mentők kórházba. A cég menedzsmentjének nevében Drágár Valéria egészségvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem vezető sajtóközleményében azt írta, figyelembe véve az uralkodó szélirányt és a kikerült anyagok mennyiségét, a környező települések lakosaira nem jelent veszélyforrást az esemény. Nem volt indokolt a külső védelmi terv életbe léptetése. Vezetéstechnikai tréninget rendezett a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság pénteken. A program meghívott vendégei a média és az országos mentőszolgálat munkatársai voltak. A vezetéstechnikai tréning célja, hogy felkészítsék a sofőröket a téli vezetésre. A megváltozott útviszonyok és a hideg időjárás miatt a vármegyében is évről évre nő a balesetek száma.
Egy óvatlan mozdulat, és akár így is megcsúszhatnak a sofőrök a jeges utakon. A Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőr főkapitányság idén is megrendezte a téli vezetés technikai tréningjét pénteken. Az esemény célja, hogy a meghívott vendégeket felkészítsék a téli vezetésre. A program résztvevői a média és az országos mentőszolgálat munkatársai voltak. A volán mögött a sofőröket Bújdosó Gábor, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság kiképző központjának a vezetéstechnikai oktatója segítette. Skidcar szimulátor autónk, ezzel egy jeges pályát, csúszós, nedves pályát tudunk szimulálni, és itt próbára tehetjük magunkat, hogy hogyan reagáljuk le egy csúszós, havas, jeges pályára érkezéskor. És itt be lehet gyakorolni, fel lehet készülni rá ezekre a megváltozott időjárás viszonyokra, útviszonyokra. A Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesete megelőzési bizottság titkára hozzátette, hogy a téli időjárás miatt folyamatosan növekszik a balesetek száma a vármegyében. Ahhoz, hogy ne történjen tragédia, a sofőröknek nem csak saját magukat, hanem autóikat is fel kell készíteniük a megváltozott útviszonyokra. A fagyállót, a téli szélvédő mosót, az akkumulátor állapotát, jégoldó legyen nálunk. Ezek mind legfontosabbak, ha nagy hó leesik, hólapát, jégkaparó, melegpléd, ezek is legyenek mind nálunk, egy elakadásnál biztonságos közlekedést végre tudjuk hajtani, tudjunk várakozni, ha kell. A rendőrség az eseményen kiemelte, a legfontosabb, hogy az utakon mindenki biztonságban hazaérjen. Ehhez pedig elengedhetetlen többek között a nagyobb követési távolság és a sebesség csökkentése a látási és időjárási viszonyoknak megfelelően. A magyar nyelvnapját ünnepelte pénteken az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat. A miskolci örmények a belváros egyik éttermének külön termében találkoztak. A résztvevők versekkel, szépirodalmi művek részleteinek felolvasásával és tartalmas beszélgetésekkel emlékeztek meg a magyar nyelvről. A magyar nyelvnapját november 13-án ünnepeljük. 1844-ben ezen a napon fogadták el azt a törvényt, amely anyanyelvünket államnyelvé nyilvánított. Rózsa Péter, az Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy sok oka van annak, hogy az itt élő örményeknek is fontos a magyar nyelv. Az első és a legeslegfontosabb, hogy amikor az őseink bejöttek ebbe az országba, minket itt atrocitás nem ért, majdnem azt mondom, szeretettel fogadták bevándorló őseinket, és úgy gondolja az önkormányzat is, hogy azt a nyelvet, amelyet megtanultunk, annak a hazának a nyelvét, amely befogadott minket, az becsüljük meg, és emlékezzünk meg erről. Fontos azért is, mert egy közösségépítő program össze tud jönni ilyenkor a miskolci örménység. November 17-én világszerte a koraszülött gyerekekre és családjaikra irányul a figyelem. Tegnap volt a koraszülöttek világnapja, amelyet 2008-ban az Európai Alapítvány az újszülöttek gondozásáért, valamint az Európai Szülői Partner Szervezetek kezdeményeztek, és 2011-ben vált hivatalos világnappá. A cél, hogy felhívják a figyelmet a koraszülés kihívásaira és terheire. A statisztikák szerint Magyarországon minden tizedik kisbaba koraszülött, vagyis az egészségügyi világszervezet meghatározása szerint a 37. hét előtt születik meg. November 17-én a világ nagyvárosaiban egy-egy szimbolikus épületet lila fénnyel világítanak ki. A kampányszín a reményt, az együttérzést, az érzékenységet, a hitet és a bátorságot szimbolizálja. A kezdeményezéshez évek óta csatlakozik Miskolc is, így vasárnap lilás színbe öltözött az avasi kilátó. A közelmúltban megjelent 2025-ös pályázatokról, a soron következő civil konferenciáról és az idei civil kézikönyvről is szó volt az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület hétfői sajtótájékoztatóján. Az ERKE 2009 óta segíti a civil szervezetek fejlődését. Jogi, gazdasági pályázati tanácsokat adnak és továbbképzéseket szerveznek számukra.
Sajtótájékoztatón számoltak be a civil szervezeteket érintő legfontosabb kérdésekről hétfőn. November közepén jelentek meg a Nemzeti Együttműködési Alap 2025-re szóló pályázati felhívásai. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület ezekhez is igyekszik segítséget nyújtani. Az egyszerűsített pályázatoknál azok, amik nincs szakmai bírálat, de a legtöbb szervezet használja, a beérkezés sorrendjében van döntés, tehát nincs szakmai bírálat, de számít az, hogy mennyire gyorsak. Ezért is szeretnénk felhívni a figyelmet. A pályázatok benyújtásához a következő napokban Mezőkövesden, Sátoraljaújhelyen és Ózdon tartanak információs rendezvényeket, valamint november 26-án Miskolcon a civil infón kérdezhetnek az egyesületek. Szaj Bobrovicki Vince helyettes államtitkár, illetve a miniszterelnökség munkatársai bemutatják a pályázatokat, elmondják a civil témákat, érintő aktualitásokat. Az idén annyiban rendhagyó a program, hogy összeszerkeztettük egy másik rendezvényünkkel, a Forrás és Innováció című konferenciával. Útmutató a civil szervezetek mindennapi működéséhez. Az ERKE kiadásában 2024-ben is megjelent a civil kézikönyv, amiben a szervezetek, egyesületek hasznos információkat találnak. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület idén is keresi az év legjobb borsodi civil rendezvényét. November 24-ig két kategóriában várják a jelöléseket. Kozmetika, fodrászat és manikűr. Ezeket a szépségápolási szolgáltatásokat vehették ingyenesen igénybe a Vakok és Gyengéllátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesületének tagjai szombaton. Az egyesület a Miskolci Lady Lions Klubbal már negyedik alkalommal szervezte meg közösen a regeneráló szépségnapot. A szervezők szerint a vak és gyengéllátó emberek is igényt tartanak a szépítkezésre, a rekreációra, miközben egy közösségi élményben lehet részük. Zúg a hajszárító, majd előkerül a féső és a hajlak is. Regeneráló szépségnapon vehettek részt a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesületének tagjai szombaton. A szépítkező eseményen a látássérültek díjmentes szolgáltatásokat vehettek igénybe, köztük például a kozmetika, fodrászat és manikűr. A körmét reszelik Kerekesné Sarkadi Annának, vagy ahogyan a legtöbb tag ismeri Panni néninek. Ő 1987-től gyengénlátó, azóta tagja a megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének is. A 75 éves nő a híradónknak úgy fogalmazott, az odafigyelés sokat számít a hozzá hasonlóan sérült embereknek. Így külön öröm számára, amikor részt vehet egy ilyen szépség és regeneráló szépségnapon. Én attól, hogy én nem látok rendesen, én nőnek tartom magam, és pedig nem vagyok már, én 76 éves leszek ma holnap, de azt mondom, hogy senkinek ne legyen akadály az, hogy beteg, és igenis tartsa evidenciába azt, hogy ápolt legyen mindig, mindene. Én nagyon-nagyon örülök, és tényleg hálás vagyok a Lionsosoknak, a közreműködőknek, akik itt vannak. Készül a csoportkép a Miskolci Lady Lions Club tagjairól. A klub már negyedik alkalommal szervezi meg közösen a Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesülettel a regeneráló és szépségnapot. Természetesen a látássérült emberek, vak és gyengéllátó emberek ugyanúgy igényt tartanak a szépítkezésre, a rekreációra, és hát ezt most egy helyen tudjuk nekik nyújtani, és nem csak ezért fontos ez, hanem egy közösségi élményt is nyújtunk. És a kedves szolgáltatóknak nem tudjuk eléggé hálásan megköszönni, hiszen társadalmi felelősségvállalás keretében jöttek el hozzánk, és nyújtják ezt a díjmentes szolgáltatást. A Vakok és Gyengénlátók Borsodabói-Zemplén megyei egyesületének elnöke hozzátette, hogy a vármegyében több mint 700 látássérült ember él. Az egyesület nem csak tagjaiknak, hanem a vármegyében élő összes vak és gyengénlátó embernek próbál segítséget nyújtani, beleértve hozzátartozóikat is. Sikeres hétvégét tudhatnak magunk mögött a miskolci sportegyesületek csapatok. Bár döntő részben idegenben szerepeltek az érintett sportágak képviselői, ennek ellenére csak nem 100%-os mérleggel zárultak a mögöttünk hagyott napok. Sportösszefoglalónk következik.
Időrendben haladva, pénteken délután a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában rendeztek mérkőzést a Körcsarnokban, mely során a testnevelési főiskola csapata volt a MEAFC ellenfele. A rendkívül kosárgazdag bajnokin több mint 200 pontot láthatott a publikum, de ami a legfontosabb, végül a hazaiak örülhettek. A miskolci egyetemisták 111-94-re nyertek úgy a bajnokság 8. fordulójának mérkőzésén, hogy 11 játékos szerzett pontot, köztük volt az egyetemi együttes újonca is. A fehér felsőben látható DVTK jeges medvék idegenben is megszerezve a vezetést kezdtek a Dunaújvárosban rendezett Erste Liga találkozójukon. Ám a folytatás percei már a házigazdái voltak, 29 másodperce tartott a középső harmad, amikor jött az egyenlítés, majd egy távoli kísérletet követően szinte rögtön már az acélbikáknál volt az előny. A záró harmadban aztán nem egészen egy perc alatt vette vissza a vezetést a DVTK. Először Kulesov lőtt gólt emberelőnyben, majd a másik orosz támadó Bernyikov is betalált már egyenlő létszámnál. A legvégén kapusát lehozva plusz egy mezőnyjátékossal rohamozta a medvék kapuját a Dunaújváros, de ezt végül a piros-fehérek használták ki, kialakítva az idegenben elért 4-2-es jegesmedve győzelmet. Hazai pályán folytatta szereplését a női labdarúgó NB1-ben a DVTK. A szombaton rendezett mérkőzésen a PMFC érkezett vendégjátékára, és bár szinte végig a házigazdák diktálták az eseményeket, de a játék legfontosabb eleme a góllövés. Ezen a 90 percen egyik csapatnak sem sikerült. A gól nélküli döntetlent követően a DVTK a 6. helyről várja a folytatást. A válogatott mérkőzések után újrainduló bajnokságban nagyon jól kezelt az újabb papírforma mérkőzését a Diósgyőr, és minden negyedet megnyerve 90-48-ra győztek a Vasas otthonában. A riválisok botlását követően már csak a DVTK és az egy mérkőzéssel kevesebbet teljesítő Szekszárd hibátlan a női élvonalban. Újabb idegenbeli győzelemmel folytatta szereplését a vízilabda OB1-ben a Panergy Miskolci Vízilabda Klub. A miskolci pólósok Pécs városában vendégszerepeltek a hétvégén, és a közvetlen rivális ellen 11-9-re győzve nagyon értékes sikert könyvelhettek el. Oltán 4 gólja mellett kiemelendő még a csapatmunka, ugyanis összesen 7-en iratkoztak fel a gólszerzők közé, Kemény Kristóf vezetőedző együtteséből. Kedden sok lesz a felhő felettünk, térségünkben eső és zápor is előfordulhat. Részletek hamarosan az időjárás jelentésben. A híradó után 18 óra 25 perckor kezdődik az egészségpercek. Riportjainkat visszanézhetik a minap.hu-n. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!